valami normális pozíciót próbálok majd felvenni. Hol van a... Ott van Iván mögött. Sapó. Na jó hát van. Az RT. Az RT. Bizony az RT. Meg lettünk gyanúsítva, hogy... Meg. Voltunk már Honda bérencek, Triumph bérencek. De most szektát... meg nem is BMW bérencek, hanem igen, BMW. Hogy RT szektát alapítottunk, pedig fele barátaim, ugye ez nem igaz. De köszönjük, hogy itt összegyűltünk az úrházában. Ja. És hallgassátok prédikációkat, de nem vagyunk szekta, hallgassátok prédikációnkat az új RT-ről. Nem, az előző. Az Isten az RT-t, mert az RT jó. És látta az Úr, hogy az RT jó. Illumina Pátria! Köbb az RT tényleg jó. És hogy először ment ki ez a totál belkos anyagról, mert leúzták rólunk a keresztvizet, hogy maradjunk, hogy maradjunk rajta ezen a vonalon. És továbbra is azt érzem, hogy indokatlan támadások keresztvize alatt áll egyházunk, az RT, mert ez ránézés, nem tudom, legyen tényleg, mondjuk azt nem egy szép motor. Nekem az azért az új RT már ezzel a kis mörgös lampájával szerintem nem néz ki. Kicsit ilyen nyűgös lett, morci. De meg mondjuk azért sokat dob a történetem, hogyha mondjuk nem ebbe a egér szürkébe rendeled, hanem mondjuk van már azt hiszem, most a kék a sportosabb verziónak a színe. Tudja fele. Szerintem a szín az annyira. Jó, az biztos egy kicsit old school ez a, nem is szürke, ez nem ilyen barnás. Tatter barnája. Fura. Ja. Ami nálam volt két éve, a sötétkék a barna ülésen, az vagány volt, az Option 719 csíkokkal meg. Az például nekem nem tetszett. Ez elég ilyen klasszikus, nekem az Option 719 ülést, azt simán kihagytam volna, azt az ilyen retro barott, ilyen furcsa steppet. Igen, kézművesnek látszó tárgy. De mindezt nem kell megvenni, tehát egy csomó dolgot nem kell megvenni, viszont egy csomó extrát meg kell venni, és azzal szerintem eléggé magasra ugrik az ára a cangának. Most azt hazudtam, hogy megnézzük, hogy mennyibe kerül. Szerint... Csabi kiírja. Csabi kiírja az árat. Beírom. Szerintem közelebb lesz a 900 így rendesen felszerelve. De hát azért egy GS Adventure-nek is ott van az ára, igen, csak úgyhogy... Nem arra, erre megint csak azt tudjuk mondani, nem a motor drága, nem engedhetjük meg magunknak. Igen. Már ha megengedhetnénk, már állna egy benne a garázsba. Az öreg mellett. Úgyhogy valóban vannak, akik zsigerből ellenállnak az RT-nek, lehet, hogy 20 éve ezelőtt én is közéjük tartoztam még, hogyha itt a bűnös múltamat, a robot múltamat nézzük. Nem elképzelhetetlen, hogy 20 évvel ezelőtt még én is ellenálltam az igének, de tényleg ezeket, hogyha kipróbálod és azt mondod, hogy tényleg élvezhetetlen, bár mondjuk az első, aki minket ugye megénekelt ebbe a témába, az pont hozzászólt ahhoz, hogy milyen lenne a három top motor, mind a három full a Superbike volt. Tehát, hogyha ennyire rajta vagy a szeren, akkor elképzelhető, hogy nem neked való az RT. Az hátralévő évét, vagy az éveit azokat három full a Superbike-kal akarja leélni, vagy nagyon kemény és borzasztó jó állapotban, derekkal, meg egy csomó. Egyszerűen nem szokott menni messzire. Igen, igen. Tehát mindennapi használatra, turistáskodásra nagyon jó használat az RT.
Ott van rajta egy a nagy tévé, amit te hiányoltál az előzőről. Esküszöm nektek, minden adatot ki lehet ráíratni. Kétszer. Kiírja nagyba, meg kicsibe. A rádiót nem tudtam megfejteni, az olyan volt, mint a Krisztin, az a furcsa autó. Tehát én random bekapcsolt, random kikapcsolt, fingom nincs, hogy mi volt a megoldás. Egy kérdeztem BMW márka kereskedőt, ő is viszonylag értetlenül állt a probléma előtt. Ezt leszámítva, nem azt mondom, hogy ez mondjuk egy határozott jó pont, amikor prémium árba vásárolsz, tehát, de én azt gondolom, hogy ez egy megoldható probléma, hozzáteszem, és elképzelhető, hogy szoftver frissítés, vagy bármi más meg fogja oldani. Most azt hallottam mostában, hogy árulnak olyan motorokat, amiben még utólag chipset kell tenni, mert egy pár extra nem működik, mert chips hiány miatt kimaradtak, és azt vissza kell vinni, és bele kell tenni. Hát azért ez is egy erős kompromisszum, én azt gondolom ezen az áron, de a BMW már tulajdonosa szerintem lehet, hogy szeret barátkozni, járni a márka kereskedésbe, és akkor összeköti a kellemeset a hasznossal. Apropó, a telefonnal párosodik már? Én azt sem néztem meg, mert nekem ezek nem olyan fontos dolgok. Na, ugye ez jól mutatja a generációs különbséget köztünk, hogy nekem a régi RT-vel pont ez volt a bajom, hogy van benne például hifi, de a telefont hozzá lehet párosítani, de a zenét nem lehet arról hallgatni. Henriket egyáltalán nem érdekli, az újba se, de az RT meg mind a kettőnknek tetszik ettől függetlenül. De én meg azt mondom, hogy ha már 10 millióért veszel egy motort, amiben vannak ilyen lehetőségek, akkor az legalább működjön. Szerintem megoldható. Nehezen tudom elképzelni, hogy ez egy... Azt gondolom, hogy van benne egy olyan extra, hogy ez a zsinó nélkülű töltő az egyik rekeszbe. Például ilyenek vannak, meg van benne centrázár, meg van benne motorvezérlés program egy csomó. Remélem azon a töltőn, azon a rekeszen is bővítettek, mert a régi RT-ben volt egy USB slot, hogy töltsd a telefonatot, csak nem fér bele a telefon. Igen, meg van benne egy ilyen Echo gomb rajta az egyik program, és az úgy körülbelül lebutítja, különben igencsak combos teljesítményt egy ilyen nyúlós 2005-ös szintre, amivel szintén teljesen jól el lehet turistáskodni, és ráadásul minden gázadása nem szakítja ki vából a karrédet, úgyhogy én azt használtam viszonylag sokat, és ugye 5 literes fogyasztást ki lehetett csiholni ebből a gépből, ami azért kiváló, mert ez 1250 köbcenti összlőket térfogatú erőforrással van szerelve, 136 lóerős, azt hiszem, és az még mindig 5 litert fogyaszt. Tehát néha nekem van egy olyan érzésem, hogy egyszerűen ezt így csinálják ezeket a boxereket, semmi más nem érdekel bajon mérnököket, csak hogy 5 litert fogyasztom. De azért nagyon ütöd veled, max teljesítményt ki akarod belevenni, akkor persze jóval többet, akkor már hét fölött is szerintem simán beszűr. Van ezen is váltóasszisztens, aki szerintem egy nyugdíjkorhatár körül lévő szemüveges, daljerolt, idős, német néni, aki már nem nagyon akar dolgozni. Mert ez a tényleg néha az az érzés, hogy ez a minek. Mert néha puffog? Nem puffog, ez egyszerűen nem végzi a dolgát, vagy olyan, vagy nincs meg az összhang itt a top management, meg az asszisztencia között, tehát én néha jobbnak láttam, nem is túlterhelni, akkor fogtam, beúztam a kuplungot, azt váltottam úgy, mert erre még nem jöttem rá, hogy ezt miért nem sikerült. Hát igen, pláne a visszaváltásnál, a boxereknél ott az azért is, amikor taposod lefelé, hogy ez nem jó. Igen. Ez úgy érzed, mint hogy az egész rudazat így elkezdne feszülni. De ki lehet, tehát ez nem sokat von le magából a sportértékéből, hogy úgy mondjam a járműnek, különben borzasztó kényelmesen ülsz rajta, jó a szélvédelem, jók az extrák, nem tudod, hogy a kulcs nélkül indítás mennyire hiányzik az életedből, nem tudod, hogy a centrázár mennyire hiányzik az életedből, amíg ezeket meg nem tapasztalod, nem tudod, hogy a markolatfűtés és az ülésfűtésnek széria tartozékként kéne szerepelni minden motoron, tehát ezek nem a vém emberség jelei ezek. Azt, amit szintén nem tudsz, hogy a topkéz viszont egyáltalán nem hiányzik az életedből. Nem, a topkéz, és ráadásul a BMW vásárlók megveszik azt a gyerek fürdőkád méretű legnagyobb topkéz, nagyon sokan, mert többféle, legalább kétféle topkéz lehet az RT-hez kapni, az aztán szerintem leginkább csak arra, hogy az olyan örvényeket generál, amitől nem érzed magad sokkal boldogabban. De még hogy örvényeket, én is azzal kezdtem még az előző RT-vel, hogy leszereltem róla, ami egyrészt nem volt egyszerű, másrészt meg az szerintem üresen 10 kiló legalább az a... A terhelhetősége meg nem nagyon nagy, belefér két zárt sisak, és nagyon jól bele tudod zárni, amikor elmész, nem tudom, akárhova, különben az oldaldobozba is be tudod zárni. Apropó oldaldoboz, az megdöbbent, hogy ekkorák a méretei doboznak, de
ez egy ilyen dupla falú doboz, ami biztos, hogy nagyon jó azért, mert jól hőszigetel, vagy jó a túlélő képessége, véletlenül elhagynád, vagy rádobnád a motort, de a belső űrmértéke az szerintem helyek közel megegyezik az én 2001-es öreg RT-mmel, tehát 20 év alatt lényeges előrelépés ebbe nem született. Itt egy kicsit azért elégedetlen voltam, de egyedül gyönyörűen bele tudtam pakolni, nem tudom, 2-3 napos túrára, meg akár hetekre vagy hónapokra is el tudsz vele tűnni. A belső táska a nyitja mindennek igazából, mert ha az van, akkor nem kell úgy belepasszírozni mindent, hanem... A belső táska okos dolog. Ezen kívül biztos, hogy föl lehetne még millió egy extrát sorolni, mit tudom én, itt az első fényszorot taglalni, még egy csomó dolgot, ami igazából annyira nem világítottak rosszul az előzők se, tehát inkább optika, meg az, hogy van egy új sor a leírásban. Én itt érzem ezeket a dolgokat. Most ezen lehet vitatkozni, hogy mennyit dob az elején az első lámpa. Én egyszer csináltam olyan összehasonlítást, hogy egymás mellé tettem, vagy alá tettem a régit, meg az újat. Az első fejdomnak a vonala is még majd, hogy nem megegyezik a bagoly szeműjével, úgyhogy nem ott lettnek itt a forradalom, az nem ott tört ki. Ami viszont, amit talán már pedzettünk még a motor bemutatóknál is, amikor először nézegettük, hogy bőrcsek is, vigyorgós isakos, farmer nadrágos 40-es évei elején járó úriemberekkel sajtófotolták az új RT-t. Tehát valószínűleg ez egy ilyen virgonca bertésnek, ez lenne itt a BMW-nek a nagy gól szerintem, hogy az RT-re ráneveljék az ilyen 40-es menedzser korosztályt is, amire különben alkalmas a motor, tehát igazán jót lehet vele motorozni. Nagyon sok kritika éri ezt a motort, hogy nagypap is ilyen, meg olyan, meg amolyan. Nagyon nem. Iszonyatosan jót lehet vele menni. Mióta a változó vezérléses boxer van a boxerekbe, azóta már egyik se nagypap is igazán. Bőven elég a teljesítménye, nagy tempót is rezzenéstelenül tűri. Jól gyorsít, jól lassít, jól elfordul. De voltunk ezen a horvát túrán vele, én nem nagyon éreztem a szerpentinen azt, hogy nekem ilyen nagyon nagy problémákat jelenteni, elfordítani a motort, erről majd lesz egy kisebb bejátszás is. Hogyha te nagyon jampi vagy, akkor van egy pár dolog, amit annyira nem áll neki jól, akár itt a csibészkedéseknek a sorát lehetne sorolni, de különben még azt is tudja, csak nem feltétlenül gondolom, hogy ez a fő profilja a motornak. Nagy a szabad magassága, viszonylag rövid a tengelytávja, tényleg kényelmes, komfortos. Az, hogy nehéz beparkolni a garázsba vele, mert egyrészt széles, másrészt meg az RC-dúlája vaskos. Tehát ezt a két hátrányt lehetne mellé tenni talán. De úgy állítólag amúgy is hiány van motoros rendőrökből, úgyhogy... Motoros rendőrökből hiány van, és aztán tavaly... Sanszos, hogy ilyen nem fogsz ülni, hogyha... Tavaly beszereztek egy pár 10 darabot belőle, ezt most éppen nézegettük még ott, meg a piacértékelő videónkba tértünk erre ki. Különben egyre nagyobb hype-ja van az RT-nek, és ugye házon belül megy a rivalizálás, ugye én RT-s vagyok, vannak a GSS-ek, de már vannak olyan GSS-ek, akik régen RT-sek voltak, és már azon gondolkodnak, hogy vissza kéne RT-re ülni, tehát... Ugye, amit én szoktam mondani, a GSS az nettó divat. Az RT az nem divat, az RT az egy okos választás. És aki megengedi magának azt, hogy okosan válasszon, szerintem annak tényleg egy nagyon jó alternatívát. Persze, meket ki tudja köhenteni az árát. Szerintem egy nagyon fesztelen, nagyon felszabadult, nagyon boldog motorozás lehet elővezetni az RT-vel. De nem lesz soha egy Ultimate Warrior Superbike, tehát ezt tudni kell róla, egy csomó minden nem lesz az RT, többek között nem lesz Tour Enduro, többek között nem lesz Superbike, mi nem lesz még az RT? Az mindegy is, de egy nagyon jó Gran Turismo. Igen, viszont túramotornak vagy mindennapi közlekedésre alkalmas járműnek, vagy alternatívának autó helyett egy teljes értékű választás lehet. Úgyhogy ha majd mentek RT-t venni, akkor mondjátok már, hogy mit hallottátok, hogy... Igen, azt megkérni benneteket, hogyha tényleg RT-t vásároltok, akkor szóljatok, meg bármi mást vásároltok, hogyha ha Hondát vennétek, bármilyen motort, amihez itt kaptatok kedvet, akkor mondjátok, hogy mi voltunk, ezzel segíthetitek a munkákat, különben sokat nem tenne hozzá, de mókának móka lenne. Oké.
Mit tudunk még elmondani erről a gépről? Nem tudom. Igazából tanácsukat szeretnénk, hogy tudnánk kifizetni egy összegben a vételárát. Tehát tényleg egy nagyon dőfös erőforrás van benne, ugye itt a cikknek a címe az is volt, hogy ez nem beindul, ez fellázadt. Tehát megnyomod a gombot, és egy olyan vehemenciával kezd el járni ez a blokk, hogy én attól félek különben, hogy bizonyos kor fölött lehet, hogy már megáll a ketyegő ki, félreüt egyet-kettőt, úgyhogy lehet, hogy nem való ez ám mindenkinek. Egyébként ezt lehet, hogy az autóiparról vették szintén, vagyis az autós részről, ugyanis a legtöbb újkori BMW ugyanezt csinálja, hogy hidegen beindít, akkor elkezdi a virágba kürtölni az összes kipufogó hangot, majd utána megcsendesedik, az RT is ilyen egyébként. Nem is hangos, csak egy olyan, tehát van a semmi, és ahhoz képest utána egyből a nagy duranás következik, tehát nincs átmenet gyakorlatilag. Nem, ha nem készülsz főre, akkor lehet, hogy kicsit megijedsz majd tőled, meg próbáld ki. Jó. Ezen minden állítható. Ezen minden is állítható. Persze, egy elektromos ablak van rajta föl-le, úgyhogy nem tudom, tehát... Távolságtartó tempomat? Az is van, távolságtartó tempomat van, ami egészen barátságosan működik. Én esküdnék rá, próbálgattam, hogy az már autón, amit utoljára mentem, lehet, hogy az autók is ezt tudják, hogy akkor kitettem az indexet, arrébb sorolt, és utána elengedte az autó magát. Ennél meg, mintha már az indexet kiraknám, akkor egy kicsit ad a fordulatnak. Tehát rákészül az előzésre, nem az, hogy kisorozd gyökkettő, és utána indulsz el, majd rendesen előznél szépen picit, mint hogy ráeresztenél az előtte lévőre. Lehet, hogy nem így működik, nem tudom, milyen varázslat áldozatára váltom, de érzésre ilyen volt. Mert tipikusan az extra, amit így mikor megjelent, akkor néztük, hogy ez ugyan minek motorba, és amikor ezek szerint mikor használod, akkor meg rájössz, hogy... Ebbe egész tűretően működött amit különben autóban sem szeretek, de biztos autóban is előrébb tartna a technika. Ebben nagyon kellemes volt. Nem tudom, attól félek, hogy még egy-két jó dolgot mondunk, és akkor lehet, hogy már teljesen elhiteltelenítjük az adást. Igaz. Óda az RT-hez. Akkor marad meg egy kicsit. Tényleg, akkor mibe tudnánk belekötni? Hát figyelj, amit már mondtam, a váltóasszisztens az netto, olyan dudája van, mondjuk ez nem bírálat lesz. Olyan kürt van rajta, hogy szerintem, hogy... De lesz gyors. Figyelj, a rabi komp az visszadudált, érted? Tehát megőrülsz. Lehet, hogy már előre fel van készítve a közületi használathoz. Én nem tudom, de jó, mondjuk ez se hiba, akkor milyen hibát nézzünk még? Figyelj, a menetcél az nem sokat ér, tehát hogyha ha neked fontos az, hogy kapd a szelet, ha leengeded teljesen az ablakot, akkor egy kicsit a sisakodban már a nyitott szellőzőkön bejön a szél különben meg egészen jól tereli a menetszelet, olyannyira, hogy egy ilyen lájtos esőben megúszott szinte szárazon. Tehát most ezt nem tudom, lehet előny, lehet hátrány, azért ezzel számolni kell. Viszont egy vékony kabátba is át tudod motorozni a szezonnak a nagy részét, meg nem vagy áldalanulóan bogárszósz. Igen, én mondjuk csak oldaldobozókkal tudom elviselni az RT-t. Látok olyat, amikor csak az egyik van rajta, látok, amikor egy sincs rajta, szerintem olyan, mint hogyha leharapták volna a hátulját, mint hogyha én a farizom eltűnt volna a motorról. Nagyon széles az RT, ez igaz, és ez, mert sokan azt gondolják, hogy nem lehet vele például menni a sorok között a városba. Ez sem igaz. Nem mindenhol férsz el, ez igaz. Biztos, hogy gyorsabb vagy a városban egy penge vékonyságú nékiden, egyhengeresen sportmotoron, de megfelelő alternatív megoldása, kicsit át kell szellemülni, amikor ilyen nagy dobozos járművel közlekedsz, és nem vagy lényegesen lassabb vele, tehát mondjuk egy Budapest átszelő szakaszon mondjuk kapsz 3 percet, ami azért még mindig az autókhoz képest szerintem sokkal jobb, vagy ez az ára, viszont azokat a szolgáltatásokat meg más motortól meg nem fogod megkapni, amiben az RT-jó. Tehát mindenféleképpen kompromisszumot kell kössél, amikor egy motort választasz. Az RT-ben is van egy csomó kompromisszum, de semmi megköthetetlen kompromisszumot nem érzek benne. Sőt, azt gondolom, hogy ebbe a motorba sűrűsödött össze mindaz a fejlesztési eszencia gyakorlatilag így csorog ki az RT-be, ami a BMW-nél összegyűlt az elmúlt 100 évben. Tehát az RT-ben van összerakva az egész, sokan azt gondolják, hogy nem egy más típusba, de én azt gondolom, az RT tudja ezt. Minden, amit a BMW megtanult az alatt az elmúlt 100 év alatt, azt az RT-nek a javítására, meg jobb átételére fordította. Most már gyere, vegyük be a gyógyszereket. Oké, menjünk.